A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 1992-ben lépett életbe, majd 4 évvel később a Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezete kezdeményezte, hogy július 1-én ennek tiszteletére tartsanak ünnepnapot. Első alkalommal 1997-ben ez meg is történt, 2001-ben pedig munkaszüneti nappá nyilvánították július 1-ét, de tavaly módosították ezt a törvényt. 2011-től nem csak a köztisztviselők, hanem a kormány tisztviselők napja is. A munkát el kell ismerni. A munkát kétféleképpen lehet premizálni, lehet anyagi és lehet erkölcsi alapon. Ez mind a kettő találkozik a mai napon, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a kollégák tudják azt, hogy igenis számítunk a munkájukra, és ezt a munkát el is ismerjük. Ők égő fáklyák lesznek egyébként a következő egy évben, hiszen példamutatásukkal előjárnak majd a többi kolléga számára is, és ezzel a kihívással kénytelenek lesznek egyébként együtt dolgozni is, ugyanis a mérce, a nívó most már magasra van téve, innentől kezdve ebből a színből nem engedhetünk, ehhez ragaszkodni kell. Megyénkben több mint 2000 kormányhivatali dolgozó végzi naponta munkáját, közülük is jelöltek személyeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatásáért díjra. Ezt idén 16. alkalommal adták át a megyeházán. Azok a közigazgatásban dolgozók kapták, akik közszolgálati munkájukat lelkiismeretesen végzik, vagy példamutatóan hozzájárulnak annak fejlesztéséhez. 10 díj kerül egyébként kiosztásra, ezek pont olyan személyeknek kerülnek odaadásra, illetve kerültek titkos szavazással odahitéltetésre, akik a megyéért, a megye minden polgáraiért hajlandóak voltak mind a munkaidejüket, mind pedig sokszor a szabadidejüket is feláldozni. A díjazottak közt volt Almási Istvánné is, aki 33 éve dolgozik az önkormányzati közigazgatás szolgálatában. Többek között népességnyilvántartási és ülési jegyzőkönyvezési feladatokat lát el penészleken. Segíti fiatalabb kollégáit és a közösségi élet fellendülését. Lelkiismeretesség, következetesség és áldozatkészség jellemzi, akár csak a többi díjazott munkáját.